2019. októberében, pontosabban a városnapunkon, október 20-án kezdődött el, amikor is a Magyarország a belgrádi nagykövetségén keresztül segítséget nyújtott önkormányzatunknak és egyúttal Szilajnac önkormányzatának is, tehát a testvér községünknek is, abban, hogy átszervezzük, megjavítsuk minél jobban az Európai Uniós szabványok, standardoknak megfelelően a községi közigazgatás munkáját. Valójában akkor egy szerződést írtunk alá a Konzakt Kft., a Magyar Kanizsai Konzakt Kft.-vel, úgy a mi önkormányzatunk, úgy a Szilajnaci önkormányzat, amely egy projektumot látott elő, amelynek az elnevezése a minőségirányítási rendszerek alkalmazása az önkormányzatokban és az e-önkormányzat az Európai Unióban. Ebben a munkában utána bekapcsolódott a budapesti Certop International Holding cég is, és így együttműködve úgy hiszem ebben az időszakban mostanáig komoly eredményeket értünk el. Ez az együttműködés keretében, ennek a projektumnak a keretében valójában az önkormányzat egy döntést hozott, hogy eleget tesz az ISO 9001-es nemzetközi szabvány minden feltételének, és a két említett céggel együttműködve kidolgozza azt a minőségbiztosítási rendszer dokumentációt, amely biztosítja az európai minőségnek való megfelelést. Úgy gondolom, hogy az itt átadásra kerülő tanúsítványok azt bizonyítják, hogy ez sikerült. Az együttműködésnek köszönhetően megvalósult az ISO szabványok szerinti minőségirányítási rendszer elsajátítása, valamint az Európai Unióban kidolgozott önértékelési keretrendszer, a CAF, Common Assessment Framework bevezetése. A közigazgatás a vele szemben folyamatosan növekvő elvárásoknak csak önmagát tudatosan, állandó fejlődésben tartó működéssel és szervezetekkel tud megfelelni. Miért fontos ez? Egyrészt az igen ismert befektetőkért folytatott versenyben igen fontos az, hogy a beruházók megbízhatónak tartsák a községi közigazgatásunkat. A megújuló hivatal fő élvezői, haszonélvezői viszont elsősorban a polgárok, a magyar kanizsai polgárok, hiszen ők kapják a magasabb minőségű közigazgatási szolgáltatást. Ez valósult meg, és fog megvalósulni a jövőben is, és úgy gondolom, így együtt az önkormányzat dolgozói, vezetői és ennek a két cégnek a munkatársai sokat hozzátettek ehhez a megvalósuláshoz, ehhez az eredményhez, és ez az együttműködés mindenképp a továbbiakban is folytatódik. Köszönöm szépen!